fordjátok a kamera felé, és köszöntsük az óvisokat egy integetéssel. Sziasztok! Sziasztok! Eszternének hívnak, és a mai délután én foglak benneteket tovább kalauzolni a kis segédeimmel a sakkpalota világába. Már is kezdjük az első játékkal. Csücsüljetek le a szőnyegre, és ismételjük át, hogy milyen bábokat és ismerünk. Én most rögtön őt húztam ki a kosárból, ő kicsoda, Luca? Ő a hókuszán. Jó, most hozzak egy másik bábot. Ő kicsoda, Robi? Kicsoda? Ő a? Gyalog. Gyalog! De édes vagy, hát igen, sétálunk, gyalogolunk, sétálunk, és azért véletlenül azt mondta, séta, semmi baj. Ő bizony a gyalog. Na, ki legyen a következő, az én egyik kedvencem, ő kicsoda, Cseni? Lótifutó. Ő a lótifutó. Bizony. Ő kicsoda. Ő lesz Anna? A vezér. Bizony, ő a vezér. Na nézzük, itt találom én még itt, ha még nekünk egy ilyen bábunk. Fontos ő? Igen. Tényleg? Hát bizony, bizony az egyik legfontosabb. Noel, ő kicsoda? Keresztes király. Ő a keresztes király. Jó, és kit keresünk még? Van még egy hiányzó, ugye? A Vendi vezérrel, ugye? De hát... Ő alacsonyabb bizony. Jó, és van a bumbástyám. Na figyeljetek ide! Azért maradjatok itt oldalt, mert majd mindjárt meg kell fordulnotok, mert én most kiteszek ide négy bábot. Meg kell jól figyeljétek, de aztán becsukjátok a szemeteket, és valami történni fog. Na figyeljetek, itt hagyom most, mondjuk, így a bábokat. Mindenki, jól nézzetek. Jegyezd, memorizáld magadba csendben. Megvan? Igen. Na, akkor most becsukja a szemét. Nem leselkedik, jól becsukja, le is hagyja a fejét az ölébe, ha tudja. Robi is, Noel is becsukja. És most valami történik. Fog. Nem is. Nem lesz. Jó, felemelhetje a fejét. Történt valami? Igen. Itt jártak a kismama? Igen. Tényleg? Nem. Na Regina, mi történt? Megcseréltem a futót meg a királyt. Más is ezt gondolja? Igen. Valaki lát valami más? Igen. Te mit látsz, hogy van csak? Eltűnt a Vindi vezér. Hát ő már előtt eltűnt. Őt már előtt eltűntettük, de nagyon gyorsan. Jó, na nézd meg újra! Mert megint fog történni valami. Hát nagyon figyeld meg, nagyon nézd meg, ha megvan, és memorizálhat. Már is becsukod a szemedet, lehajtod a fejedet. Robika sem lesz ott, én látom már, huncutka. Vigyázzatok meg! Na, fölemelheti a fejét. Hát még föl sem emelte a fejét, és már tudja is. Marci? Hogy eltűnt a hobbuszat, a sötét hobbusz. És mi lett a helyébe? Egy világos fókuszát, bizony. Eltüntettem a sötétet, és ide hoztam egy világos fókuszát. Jó, na, utolsó. Még egyszer jól nézd meg. Ne engedd meg a bábukat, jó? Na, még egyszer nézd meg jól. Befogja a szemét, lehajtja a busiát, ha megvan. Robi, látlak. Jó, semmi.
Na, fölemelheti a fejét. Én tud... Te szerintem már még mielőtt történt itt valami, na akkor tudod, hogy mi fog történni. Jó, na nézzük! Na farkas, mi történt? Fölcserélődtek a világos és a sötétbe. Azért nem teljesen... Vagy a világosban. Fölcserélődtek, de nem mindegy, hogy hogyan. De van abban ugyanott világos vágó van, csak maximum nem ugyanaz. De hogyan cserélődött itt fel a vágó? Zoé? Hogy megfordítottuk a sorrendet. Ugye itt volt a futó, a király, a gyalog és a huszár, most meg megfordult, hogy a huszár, gyalog, király és a futó lett itt. Nagyon ügyesek vagyunk. Te dugtad. Jó, hát most ezeket a vágókat hátrébb toljuk. És a következő játékhoz egy bátor vállalkozót kérek szépen. Egy bátor vállalkozót, aki benyúl a zsákba. Képzelj el, hogy ezt a vágót, amit meg fog, nem húzhatja ki. Nem húzhatja ki. Ki kell tapogatnia, hogy melyik az a vágó. És mondania kell róla tulajdonságokat, amit tudsz róla. Miket mondhatunk el róla? Például hogy? A számokat. Például, hogy mennyi az értéke. Aztán elmondhatjuk még azt róla, hogy a színét. A színét. Elmondhatjuk, Tamara, még mit tudunk elmondani? De ne kiaváljunk vele. Mit tudunk? El tudjuk mondani az értékét, a színét és a... Hát van egy vágó, ott áll a táblán és... Csendi, mit tudunk? A nev. Hát a nevét nem áruljuk el, mert azt nekik kell kitalálni, hanem hogy hogyan léphet például. Ugye, még azt is elárulhatjuk. Na, akkor jöjjön először. De gyere, Noel. És jó hangosan, hogy lehessen hallani. Nem lesünk bele. Vigyad, mert én letakadom a szemet. Jó, tapogatom. Csücsüljön, farkas, jó? Csücsüljetek le, nyugodtan, Tamika, csücsüljetek le. Megvan. Reméljük, tényleg az lesz. Na, akkor mondd el, mit kell róla tudni a többieknek. Narancsárga. Jó, még mondják még valamit. Három az értéke bizony, háromat ért. Jó. Na, szólíts fel valaki. Na, húzzuk ki. Ő volt? Bizony. Tapsoljuk meg a... Noel is meg a kamrát. Szuper. Következő. Megnézem az ujjaitokat. Jó, na figyelj, jöhet, akkor most azért jön egy lány, meg volt a Noel. Persze, ő szeretne már még egyszer is. Na gyere, Anna! Jó, többiek visszacsücsülnek a helyükre. Vársz egy picit, megvárjuk a helyünknek. Jó, és már is. Ó, mert jól tapogasd meg. Jól tapogasd meg. Lila. Már mondja is az Anna, Lila. És még mondja a hogyan halad a táblán? Gyorsan halad. Csőcs, te kamara. Futó. A futó, na nézzük kérlek a futó. Jaj, tapsolj meg a lukát. Jó. Csücs le. Lesz még játék bőven. Jó. Mit kell még a futóról tudni? Mennyi az értéke a futónak? Ugyanannyi, mint a? Mint a lovacskának, a fókuszálnak. Jól van. Na figyeljetek ide. Most, először elmondom a feladatot. Mindenki fog húzni egy vágót, úgyhogy nem marad ki senki a vágtizásból. Megfogod, meg is kihúzhatod, megnézheted. Feladat az lesz, hogy utána csoportosulnatok kell valamilyen módon. Nem árulom el hogyan, de csoportokat kell alkossatok. Jó? Majd kitaláljátok. Na akkor, gyertek lányok, ti vagytok többségben, és lányok ki az elsőbség. Mindenki egyet kihúz, megnézheti, nem egy nagyon messze marad itt a közelben. Jó? Jó, Tami nem egy messze
Gyertek, fiúk, ti is gyertek. Na, húzzon gyorsan egyet. Na, nem válogatunk. Kisasszony, kivetted, de nem tetszett neki. Visszarakta. Jól van, nem történik semmi. Na, van mindenkinek? Gyere, Robi, húzz egyet. Marci, van neked? Jó, na akkor figyeljetek ide. Jó. Bizony az Anna figyel. Ha én azt mondom, hogy ahó, ti mit mondok? Figyel. Na, ahó. Képzeld el, mi is ezt csináljuk. Jó. Figyelj, most a kérésem az, hogy megnézitek, hogy kinél mi van, és csoportokat kéne alkotni. Szerintetek milyen csoportot lehet alkotni? Például Tamara? Lehet, nagyon jó. Figyelj, várjál, várjál. Bizony, jól nézd meg, hogy te hol állsz, Fanni? Nézd meg. Vagy Panka, hol állsz? Nézd meg, hogy a többieknek milyen bábúja van, meg itt szemben milyen bábú van. Aha, na forduljatok arra, és mutassátok meg, hogy kinek milyen bábúja van. Bizony, most hogyan csoportosultunk, Cseni? Ti vagytok a? Feketék, sötétek bizony, ti pedig farkas, világos. Na, akkor gyertek, drágáim, húzzon mindenki egy újabb hámot, egy újabb hámot. Előbb már csoportosítunk úgy, hogy világosak és sötétek. Most másféleképpen szeretném látni a csoportosulást. Jó, na húzzon már én a hámot, jó, szuper! Jó, na akkor figyeljen rám, álljatok föl, még nem csücsülünk be. Jó, keressétek meg akkor, hogy kivel lehettek egy csoportban, a nézzük. Jó, na nézzük, gyertek akkor ide, drágáim. Jó, akkor. Nézzük, a csenéknél kik vannak, ott vannak a... Na, csücsnek vannak, nekünk mástjáink, szuper! Itt tavar, akik gyülekeztek. A futó, csücsle. Itt kik gyülekeztek? A gyalogok, nagyon jó. Van nekünk egy királyunk. Regina egy. Egyedül egy huszár, nem baj, te vagány vagy, egy magad majd dobagolhatsz bármerre. És Lucuskám, meg te pedig egy vezér a királynő. Nagyon jó. Megvannak a csoportok, akkor most áruljuk el az ovisoknak, hogy melyik báb milyen szín. Kezdjük a bátyákat. Milyen színűek vagytok? Bizony, képzeljétek, a bizony nem mindegy, a citromsárga a bátya, mert ugye a sapiguráknak vannak színeik is. Kezdtük a bátyával, ő citromsárga. Futó, neked milyen szín, mi a színetek? Lila. Ti vagytok bizony a lilák, a futók a lilák. Nagyon jó. Jöjjenek a gyalogok most. Kik a gyalogok? Zöld a gyalog. Nem olyan, olyan sorrendben megyünk. Jó? Nézzük az egyszer királyunkat itt, aki királyt húzott. Ő bizony a kék. Mindegy, itt lakom már. Ő a kék. Van nekünk egy huszárunk, ő milyen színű a huszár? Narancsárga, és az egyszerű királynőnk a vezérünk Luca piros. Na akkor kedves ovisoknak mondjuk el még egyszer, hogy a bástya az milyen színű? Citromsárga. A futó a? Lila. A gyaloga? Zöld. A királya? Kék. A huszára? Narancsárga. És a vezérünk piros. Piros. Na, gyorsan kérem ide vissza a bárjukat. És beáll a szőnyeg közepére. Én elhelyeztem a szőnyeg négy sarkában négy vágot, amelyiknek a színét... De annak még kihagy. Hát de jó, hát gyere, gyere, Robika. Aztán mondjad is, mert nem fogom hallani, hogy nincsen. Jó? Vigyázz, egy picit ezt a jó, figyeljen ide. Tehát elhelyeztem négy vágot a szőnyeg négy sarkában. Húzok egy színt, amelyik színt kihúzom, ahhoz kell futnotok. Jó, ahhoz a bákhoz. Nem kell megfogni, ledönteni, csak odafutok. Figyelj! Jó! Van
Van citromsárga? Nincs. Nincsen, a bástya nincs föl. Te Regina, te menj a Noel után, jó? Bizony mindenki itt van a királynak, mert kéket húztam. Mutatom a következőt. Nem, ez piros, bocsánat, ez piros. Piros, van Wendy vezérünk? Nincsen. Zöldet mutatom. Zöld, bizony a zöld a gyalog. Jó, ne csücsüljök csendben. Felén fordultok, és játszunk egy memória játékot. Mondok egy bábut, kettő bábut, és neked a színét kell visszamondani. Még most fönnmarad segítségnek, itt a sok segítség, de később leveszem. Én mondom a báb nevét, először kevesebb báb nevét, aztán több báb nevét, és meg kell jegyezd, majd a színét kell nekem visszamondanod. Tegyünk egy próbát. Én azt mondom, hogy gyalog, huszár. Ti pedig azt mondjátok nekem rajta. Zöld narancsárga. Na jó, nézzük a következőt. Ügyesek vagytok. Király, futó. Rajta. Két lila. Bizony, ennek amúgy pont az a neve, hogy papagájáték, mert utána mondjátok, amit én mondok. Noel is ide figyel. Noel fogja, figyeljetek ide, Noel mondja a következőt egyedül ügyesen. Figyelj, Noel! Vezér, bástya. Rajta. Piros, narancs, citromsárga. Citromsárga. Nehezítésképpen leveszem a bábukat. Ne. És már mondom is az elsőt, plusz lehajtom a gépezetet. Persze innen-onnan tudtok puskázni, ha jól figyeltek. Na figyelj, akkor nehezítünk, és már is hármat fogok mondani. Huszár, király, gyalog. Rajta. Narancsárga, kék, zöld. Zöld, bátran, figyelj. Bástya, gyalog, futó. Rajta. Citromsárga, zöld, lila. Azaz, citromsárga, zöld, lila, nagyon jó. Mehet a négy? Igen. Jó, figyelj. Gyalog, futó, gyalog, vezér. Rajta. Zöld, lila, zöld, piros. Na megpróbálkozunk a négyen. Vagy az ötre. Figyelj, mert most volt négy, ugye? Figyeljen, koncentráljon. Bástya, bástya, futó, gyalog, futó. Figyelj, bástya, bástya, futó, gyalog, futó. Rajta. Citromsárga, citromsárga, zöld, lila, zöld. Zöld, lila, zöld, igen. Citromsárga, citromsárga, zöld, lila, zöld. Na még egy. Nem az volt, hogy bástya, bástya, gyalog, futó, gyalog, futó? Igen. Akkor citromsárga, citromsárga, lila, zöld, lila. Igen. Jó, na akkor még egyet ügyesen, tedd a kezedből, mert engem is megzavarnak az ilyen apró mozdulatok. Figyelj! Futó, gyalog, futó, bástya, bástya. Most ugyanazt mondtam, csak visszafelé. Figyelj! Rajta. Lila, zöld, lila, citromsárga, citromsárga. Ügyesek! Na próbálj meg egy hatost, és ez lesz az utolsó. Na, de akkor mindenkinek a szemét szeretném látni, és ide koncentrál. Mindenkinek a szemét, és koncentrál. Nekem is koncentrálnom kell, figyelj. Legyen az, hogy gyalog, futó, futó, gyalog, király, vezér. Tehát gyalog, futó, futó, gyalog, király, vezér. Mert mi fogna rajta? Zöld, lila, lila.
Noel. Gyertek ide, és köszönjük el a Bobisoktól, integessünk nekik egyet. Sziasztok!